A tavaly bevezetett playoff kvalifikáció először érinti a Fehérvárt, hiszen az előző idényben simán elérte a rájátszást az alapszakaszból. Most viszont csak 8. helyen zárt, mert hiányzott a stabilitása teljesítményéből. Egy nagyon hullámzó teljesítmény volt, és az a baj, hogy ez a hullámzás ez nem viszonylag magas szinten volt, hanem a tavalyi szezonhoz képest alacsonyabb szinten. Ez volt a probléma, hogy talán az offenzívünk az elejétől kezdve nem indult be, a gólokat nem tudtuk belőni, és ezzel együtt azért az önbizalom is egy kicsit elment a srácoknál, úgy gondolom. A tavalyi bajnoki döntő után nőttek az elvárások, és bár a védekezést tekintve még előre is lépett a csapat, ezzel párhuzamosan kevés gólt lőtt, és emiatt sokszoros meccset elveszített, ezek a pontok pedig hiányoztak az alapszakasz végén. Nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy ilyen kevésszer nem kaptunk volna gólt, de olyan se nagyon, hogy ilyen kevés gólt lőttünk volna a szezonban. Tehát mondom, ez egy jó lenyomata volt így ez az alapszakasz ennek a kis döntő másnaposságnak, amiben ez az egész szezon úgy telik. A rájátszásért 2 győzelemig tartó párharc következik, mégpedig az Asziágóval. A liga újonca ugyan a volán mögött végzett az alapszakaszban, de az utóbbi hetekben egyértelműen jobb formában volt a fehérváriaknál. Tele vannak nagyon jó kis játékosokkal, nehezen indult nekik be nagyon, de aztán utána csak az utóbbi 15-20 meccs formája alapján mondom azt, hogy ugye utóbbi 15 meccsen ők a harmadikak a ligában a szerzett pontok tekintetében, még a tizedikek, tehát nem ugyanazt az utat járjuk most be jelen pillanatban. Ha ezt nézzük, akkor nem mi vagyunk az esélyesei ennek a párharcnak, de hát 2 meccset kell nyerni, 1 hét alatt kell tulajdonképpen a legjobbhoz közeli formát hozni. A párharc 3 lehetséges meccséből 2 itthon játszott a Fehérvár, ez mindenképpen előny. Kedd este után pénteken Asziágóban találkoznak a felek, ha lesz 3. mérkőzés, azt vasárnap rendezik a fehérvári jégcsarnokban.